A zalaegerszegi Mindszentíneum három szinten, három állandó tárlattal is várja az érdeklődőket. Ezúttal a Pince szintre invitáljuk a nézőinket, ahol a Zalavár megye középkori emlékeiből látható válogatás. Fraunhofer Márta jelentkezik most a helyszínről. Szervusz! Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Valóban a Mindszentíneum két állandó kiállítását már bemutattuk az M1 nézőinek. Megmutattuk Mindszenty József életútját bemutató tárlatot, illetve a kommunista egyházüldözés különböző állomásait. Most a Pince szintre látogathatnak el velünk, ahol Zalavár megyéről tájékozódhatnak. Egészen pontosan miről szól ez a kiállítás, kérdezem a tagintézmény vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szerintem egy nagyon izgalmas és interaktív kiállítást láthat az, aki eljön hozzánk a pincébe, a -1-es szintre. A téglától a templomig ezt viseli, ezt a címet viseli ez a kiállításunk, és hát igazából a középkori Zalavár megye rendei, szerzetes rendjeinek a történetét lehet megismerni. Lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de a johanniták például, hogy kerültek Zalavár megyébe, vagy a pálosok, a bencések. És hát az orsolyák, van egy 11. század végig szent orsolya zarándok jelvényünk, ami úgy gondolom, hogy pályát itt kitja az országban talán, hiszen annyira régi, és csatáról került elő, tehát Zalaegerszeg szomszédságából. Vannak tehát egyházi vonatkozásai is ennek a tárlatnak, de mégis hogyan került a Mindszentíneumba ez a kiállítás? Ez ennek is van egy nagyon fontos apropója. Így van, egy nagyon különleges története, hiszen amikor elkezdték az alapokat ásni az épülethez, akkor a régészek találtak 4 darab 14. század végi téglaégető kemencét. És úgy gondolták, hogy ez annyira ritkaság, hogy ebből a 4-ből 2-t megtartottak azon a helyen, ahol volt, ahol megtalálták, és ezt most bemutathatjuk a kedves érkező kiállító, vagy illetve turistáknak. Akkor akár azt is mondhatjuk, hogy ezek közé, köré, a kemencék köré épült a múzeum? Abszolút, tehát teljesen erre épült. Akkor határozták el, amikor előkerültek a kemencék, hogy akkor erre építik rá ezt a középkori vármegyei kiállítást. És hát nagyon sok interaktív elem van, ahogy mondtam, meg lehet tanulni azt, hogy hogyan lehet téglát építeni, milyen folyamatai vannak a téglaépítésnek, hogy a szikkasztástól egészen az égetésig hogyan kerül az építkező házakba például, mert a Mária Magdolna plébánia templomnak az elődjét ebből a téglából építették, amik itt előkerültek a téglaégető kemencébe. De ugyanúgy megtalálhatjuk azokat a kicsike lábnyomokat, amik bent vannak ezekben a téglákban, hogy milyen lábnyomnak a lenyomata van ott, vagy egy kisgyereknek a lábnyoma. Tehát csupa-csupa olyan érdekes történet, illetve olyan érdekesség, ami úgy gondolom, hogy érdemes arra, hogy hozzánk eljöjjenek és megnézzék. Ez tehát a Pince szint, és ugye itt is rengeteg interaktív elem van, és jól tudom, hogy különböző foglalkozásokat is kapcsoltak már ehhez a szinthez is. Így van, már volt egy kályhaépítő iparművész a vendégünk, és egy családi foglalkozást tartottunk, ami azt jelentette, hogy a gyerekekkel ott lenkeztünk a pinceszintben, megismerték egy kicsit a téglaépítés folyamatát, illetve a téglakészítés folyamatát az ottani játékok segítségével, és utána felmentünk, és ilyen kis agyagformába készítettünk kis téglákat. Csengei Ágatának nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, ahogy említettük, tehát három szinten három különböző tematikájú kiállítás várja az érdeklődőket. Itt Zalaegerszegen a Mindszenty József zarándok központban, mondhatjuk úgy, hogy látogató központban is, és ahogy ezt is hallották, a legkisebbeket a Pince szintre viszik elsősorban, ott különböző interaktív elemeknek köszönhetően Zalavár megyével ismerkedhetnek.